Bizonyára mindenki emlékszik a Hogyan legyél gazdag Empire Crafton című videómra. Annak lényege az volt, hogy minél kevesebb idő alatt, minél több pénzt keressek. Azonban a videó korán sem tökéletes. Hogy szép házat építs, ahhoz kreativitás kell, ezzel viszont nem mindenki rendelkezik. Az új koncepció tehát az építés teljes háttérbe szorítása. Emellett az előző részt a videós skinemmel és nevemmel készítettem el, és kapásból kéregetéssel indítottam. Az új részben álnévvel és álcaruhában forgattam, és a kéregetés is teljesen eltűnt. Szóval álkari és álnév. Mégis hogy kezdjem el? Legtöbben, mikor regisztrálnak egy szerverre, először telket vesznek, majd gyűjtögetnek, esetleg mobokat ölnek. Ez jó. Tehát, ha belépsz egy szerverre, először mindenképpen gyűjtöges, csinálj telket, hogy lepakolhass, és ölj mobokat, hiszen még nincs semmid. Szóval a szabadban eltöltöttem nagyjából fél órát, mire tényleg megtelt az inventorim, és haza kellett mennem. Ekkor vettem telket, és a lepakolás után újra elindultam gyűjtögetni. Nem szabad elfelejtenetek egy nagyon fontos dolgot. A szerveren szinte mindenhol van PvP. Ez annyit jelent, hogy ha óvatlanok vagytok, könnyen megölhetnek titeket, mint például engem itt. Az alapcuccok összeszedése nem vesz igénybe sok időt. Nagyjából egy nagy ládányi alapanyaggal már nekiállhatunk a következő lépésnek. Itt a játékosok 99%-a rosszul lép, ugyanis ők folytatják tovább a gyűjtögetést, amivel rengeteg időt veszítenek. Sokkal fontosabb előre tisztázni, hogy miből mennyire van szükségem. Eleinte érdemes összebarátkozni a szomszédokkal, igen, még vele is. Ki tudja, talán egyszer ők fogják megvásárolni a frissen bányászott érceimet. Az utunk most a varpokhoz vezet. Van egy terem a spawnon, ahol rengeteg teleport található, azonban ez nem minden. A pervar parancsot beírva átnézhetjük, hova is érdemes elmennünk. Pechemre a szerver nem rendelkezik túl sok értelmes varppal, kivéve talán az állatfarmot, ahol sokkal egyszerűbb kaját gyűjteni, és a pervar piacot, ahová ennek köszönhetően nem kell mindig legyalogolnom. A piac kétség kívül a legfontosabb pontja a videómnak, hiszen ettől kezdve minden utam itt fog véget érni. Átnéztem minden táblát, és arra jutottam, hogy a magok, a sóder, a vöröskő, és talán még a puskapor, illetve a cukornágy összegyűjtése hozna rengeteg pénzt. Érdemes a legegyszerűbbel kezdeni, ami a magok összeszedése. Ehhez semmire nincs szükségünk, csupán egy területre, ahol fűterem, de valószínű, hogy ezt hamar meg fogjátok unni. Következőnek a sódát ajánlom, hisz a bánya tele van vele. A legjobb az egészben, hogy a gyűjtögetést egyszerre több itemmel is csinálhatod. A bánya keresése közben szeded a füvet. A bányában keresel vöröskövet, és közben kiszeded az utadba álló sódert. A kombináció hamar hatalmas pénzt fog jelenteni számodra. Ha kitartó vagy, ezt sokáig csinálhatod, de ez még korán sem a videó vége. De még miből lehet még gyorsabban még több pénzt csinálni? Tulajdonképpen mostantól viszont eladók lesztek. Ez annyit jelent, hogy eddig te gyűjtötted össze az alapanyagot, és te is adtad el, azonban mostantól más fogja összegyűjteni, te megveszed tőle, és továbbadsz rajta. Ez természetesen csak úgy működik, ha fejből tudod, mit, mennyiért lehet eladni, és a közeledben van egy számológép. Itt egy egyszerű példa. Szolos Sandor meghirdetett 20x64 cukornádat 2000 dollárért. Ha piaci eladásba számolunk, akkor a nyereségem csak 500 dollár lenne rajta. Így kicsit lealkudtam. Mivel neki van cukornádfarmja, ezért neki még 1000 dollárért is megéri eladni, hisz szinte semmit nem dolgozott érte, csak learatta. Ezt kihasználva 1075 dollárért vettem meg a nádat, melyen majdnem 1500 dollárt kerestem 5 másodperc alatt. Ez annyi, mint amennyit a sóderrel és a magokkal kerestem összesen. A srác ezt követően még legalább 10-szer adott el nekem nádat, amiből rengeteg hasznot húztam. Viszont ennél is nagyobb üzlet a redstone. Itt például 100 dollárért vettem 64 darabot, amit a piacon 480 dollárért el tudok adni. Ez kis mennyiségben nem mérvadó, de ha 12x64 vöröskővel számolunk, az majdnem 6000 dollár nyereséget jelent. Nagyon hamar gyűlt a pénz, már nem tudtam mit kezdeni vele. Ha valaki ennyi ideje játszik egy szerveren, általában nekiáll a házának.
Én azonban annyi pénzzel rendelkeztem már akkor, hogy úgy döntöttem, inkább veszek egyet. A ház 10 000 dollárba került, de még nagyjából 5 000-et bele kellett fektetnem, hogy rendesen nézzen ki. Az üzleteimet mostantól az irodámban folytattam, ahol már igazán nagy tételekbe is tudtam vásárolni, illetve eladni. Ilyen nagy üzlet volt például, mikor egy inventorinyi puskaport vettem 4 000 dollárért. Ez elsőre soknak tűhet, de ha jól megnézzük a piaci árakat, hamar rájöhetünk, hogy több mint 50 000 dollár hasznot húztam ebből az egy üzletből. A 100 000 dollár így nagyjából 4 óra alatt gyűlt össze. Ebből LC-t vásároltam, így meglett az 1000 LC. A történet itt véget is érne, de annyira belemerültem a játékba, hogy további 1 millió dollárt szedtem össze, és felcsaptam ingatlan értékbecslőnek. A hatalmas gazdagságomat demonstrálva vettem egy luxus nyaralót, és iPhone hajító versenyt rendeztem. Összegzés. Nincs más tenned, mint elsajátítanod az alkupontos technikáját, illetve megtanulnod, minek mekkora az értéke. Ha mindent jól csinálsz, lehet ilyen házad, vagy ilyen, vagy akár ilyen is. Na jó, ilyen nem ez a spam. Remélem, ismét sokat segíthettem. Most megyek feszülni a YOLO ruhámban. Nem, ez inkább ez a zene illik. I have a lot of money, you don't have a lot of money, yeah. I'm better than you, yeah, swag YOLO. Yeah, swag YOLO.